Úgyhogy akkor ez lesz az első dolog, amit ma csinálunk, hogy megpróbálunk egy kicsit kockázni. Megpróbáljuk megkeresni Zoltánt. Igen, itt vannak ezek a városi őrök, ezekkel beszélhetünk esetleg, vagy megpróbáltunk beszélni. A kapuk további rendelkezésig zárva vannak. Mikul csak a szerzeteseket engedi át, és azokat, akiknek van engedélyük. No, szerintem az a őrökkel majd Vizimába kell bent beszélni. De nem vagyok benne 100%-ig biztos, majd megnézzük. Ha itt őrökkel találkozunk bárhol, akkor velük beszélünk. Na várjunk csak, hova megyek. Oda. Igen, mert ott van a kocsma. Igen, mert itt a faluban nincs kocsma. Itt csak templom van. Ugye ez a két dolog, ami alapvető a faluhoz, a kocsma és a templom. Úgyhogy most megyünk az egyikbe. Kimerültem. Én is. Nem tudom, mi van. Nem fenyegető volt a zene. Vadászat királyi nagymestere. Na, vele még szerintem beszéljünk, hogy ő mi, meg hogy. Ezt többször láttam már itt. Hát, ha ad egy questet, vagy valamit. Szavasz! Üdv néked, Witcher! A helyi vadász vagyok. Üdv néked. Vajon honnan ismerlek? Nem. Legyen hát. Mit akarsz? Hogy mi? Witcher munkát keresek. Ha már itt vagy, valószínűleg egy szörny garázdálkodik a tóparton, bekergetve a parasztokat házaikba. Egy gul költözhetett a kriptába. Mennyit kapok? Ti Witcherek nem cselekedtek önzetlenül. Ölj meg egy szörnyet, hozz bizonyítékot haláláról, és nagy lelkűen megjutalmazlak. Hát de miért kéne nekünk önzetlenül cselekedni? Ez egy biznisz, mi egy szakember vagyunk, megbíz egy munkával. Tudnál még valamit mondani a tóparti szörnyről? Csak annyit, hogy éjszakánként emberekre vadászik a tónál. Hogy néz ki az a lény, aki a kriptában él? Talán egy egyszerű gúl, de ki tudja. Mennyit kapsz egy vízbefultért? Ez szakmai titok. Ugyanaz a szakmánk. Úgy látszik. Tehát mennyit? Attól függ, de általában 80 orrend. Tudtam, hogy valami nem stimmel azokkal az árakkal. Higgadj le! Micsoda bánásmód. Csak a régi vágású Witcherek dolgoznak éjbérért. És még én vagyok különc. Korrekt, van orrán, az én nem. Korrekt munkáért. Nem rossz. Mi volt az? Semmi. Ha? Viszlát. Persze. Na most akkor adott questet, vagy nem? Jó, hát valami kriptában van egy ghoul.
De most abba a kriptába voltunk, ahova Mikul küldött? Vagy ez abba a kriptába volt, ahova Mikul küldött? Üdvözlet! Viszlát. Hát jó. Itt van egy gúl mondjuk. De gondolom nem erre gondolt. Gúlvér. Oké. Hát mindegy, megyünk tovább. Na de jó. Szomjas vagyok. Oké. Na, reméljük itt van Zoltán. Meg nincs itt a... Itt volt egy árus. De lehet már nincs itt. Na mindegy, bemegyünk. Hát ha itt van Zoltán, oké, ha nem, akkor... Itt van. Geralt! Van ötleted, miért tűntem el? 5 éve a riviai mészárlás során valami nyomorult beleszúrt egy vasvillát a hasadba. A szemem láttára véreztél el. Spoiler a sorozat végére. Emlékszem, a Witcher átváltozás jelentősen megváltoztatta a tested, de ettől még nem hittem volna, hogy túlélted. Ezeket a különös törpkockákat találtam. Ez póker, kockával. Kitűnő szórakozás. Kevesebb szerep jut a kártyának, de ugyanolyan szórakoztató. A kocka egy törp találmány. A háború után vált népszerűvé. Nem meglepő, mivel minden zsoldos ezt játszotta. Hogy kell játszani? Játszunk. Megmutatom, hogyan kell. Na. Akkor indul a tutoriál. Pénzt lehet keresni, tét, dobj. Dobhatsz újra, aki jobb póker eredményt ér el, az nyert, tehát akkor ez tényleg ilyen kocka póker. Játszunk kicsibe egyelőre. Neki egy alacsony párja van, úgyhogy emelünk. Ő meg eldobta. Jó. De úgy nem látom, pókerünk van vagy mi? Ja nem, 2 pár. Neki meg... semmi. Ja, itt írja is, jó, oké. Jó, akkor itt tartotta. Hát szerintem megpróbálunk így fúra rámenni. Hát nem sikerült, mindegy 2 pár. Az igen. Ó, nagyon jó. Jó, neki csak 1 párja volt. Oké. Geralt! Lehet igazi pénzben játszani? Meglepődnél, milyen népszerű is ez. A szerencsétől függ minden. Sokan nagyon komolyan veszik. Hogy csatlakozhatok a játékhoz? Ez nem olyan, mint egy szektához csatlakozni.
De tartsd észben, hogy a profik nem fogják az idejüket vesztegetni egy kezdővel. Tudnál ajánlani olyan partnert, akivel kezdhetnék? Itt a környéken? Odó, az utóbbi időben valahogy meggazdagodott. És Haren és Mikul is játszik. No meg, itt vagyok én. Akkor velük kell játszani. Ők mind apró halak velem ellentétben. A nagy játék vízimában van. Ne félj, majd én kitanítalak. Mikortól számítok profinak? Nyerj néhányszor, így majd elterjed a híred. 4-5 játszma után már lesz valami fogalmad. Hát azért nem egy atomfizika, már most nem azért. Jó, és akkor itt az új küldi. Elnézek, hogy tudunk-e valakivel beszélni. Valami más? Hol van Alvin? Abigail, egy helyi javasasszony felajánlotta, hogy vigyázz rá. Remélem, jól tettem, hogy rábíztam a fiút. Valahogy olyan furcsa. Meglátogatom őket. Köszönöm. Hát voltunk náluk Viszlát. Egyébként, mert adtunk neki és? Valami quest itemet. Anyád, törpékkel átszolhatok! ez elképesztő. Kalkstein, mi újság? Mi szél hozott? Viszlát. Jó, Vesna. Hello. Újság. Mit szeretnél? Ezúttal semmit, de ülj le csak egy percre. Nem én. Én tisztességes lány vagyok. Akkor egy sört kérek. Tessék. Tisztességes lány vagyok. A malomba is tisztességes lány volt. Szóval a harmadik évad végén nem volt Vasvillás Geralt halál. Ez így van. Én a sorozat végére gondoltam. Már amennyiben hülyek lesznek a könyvekhez, mert hogy ugye a könyvek vége az az, hogy na, ránézek a questekre gyorsan. Itt van a kocka, és akkor játszani kéne a többiekkel. Na most, aki itt közel van, az ugye Odó. Ugye itt van Haren, és itt van Mikul. Ja, akkor most játszunk velük. A fősztori az hülyek. A Kevil azért hagyta ott a... Hagyjatok már! Most ezek miért támadtak rám? Most a Geralt... Oh. Nem már! Jó, nemrég volt autószave. Valószínűleg, amikor Bargestet ütöttem, akkor... beleütöttem az egyik őrbe. Megnézem a questeket. Igen, itt a kocka póker. Jó. Oké. Okay. Akkor nincs baj. Hello, Nevermind, szia. Na, szóval a... Kevin nem azért hagyta ott, mert a fő sztori az nem voltak hülyek, hanem úgy a karakterekhez, meg a hangulathoz, meg úgy mindenhez. A fő sztoria úgy nagyjából rendben van helye közel. Nyilván nem lehet egy az egybe
egy könyvet sorozatba átrakni nem is feltétlenül kéne. Igazából az a gond, hogy merre kell jönni. Az a baj, hogy tehát nem olyan a hangulata, meg olyan a... Tehát nem olyan, mint a játék, vagy a könyvek, az... Ja. Hát, ja, lesz helyett a Warhammerben, ja. Nem... Nem éjszaka kellene jönni erre. Reméljük, ott új itthon van. Itt van. Szasz. Csak az igazat. Szoktál kockázni? Pogány szokás, nem. Tudod, mi ez? Vidd a törpökhöz, nem mondok többet. Odó, úgy tűnik, át akartad verni Gervánt urat. Mi? Mikor? Zoltán azt mondta, hogy gyakran kockázol. Csak az igazat. Na. Oké, ez egy pár eddig. De lehet egy sor egyébként. Csak akkor az egyik egyest el kell dobni. Hát... Hát inkább hát, ha lesz egy... Hát igen, maradt mindegy. Nem tudom, hogy ő mit fog. Ugyanazt csinálja. Hát neki két párja lett. Ah, shit. Jó, nem baj. Na, ez már egy magasabb pár. Nagyon jó. Nem emelünk. Ő emel. Ah, shit. Na, mindig megadjuk. Hát, ha lemákoljuk. Minek gurít, már nyert. Pókerje van, ne nagyon jó. Oh, shit. Nem tudom, hogy nyerni kell-e. Kéne mi? Na. Kejfő. Játszunk megint. Hát, ha eldobja. Nem dobta a sheet. Nem baj. Mint ugyanezeket a... ezeket dobtam volna az előbb is. Oh. Oké. Okay.
Megint egy pár. Megint ráemelek. Megint megpróbálom ugyanazt. Ó, na. Hátha. Őrület. Jó. Na hát, ha most meg lesz. Oké. Ez egy terc. Mind drill, igen. Neki is az van, de neki... Nem, neki is az van. Hát mindig ráemelünk, tök mindegy. Hát, eldobjuk csak ezt. Hát a hármas vagy hatos jön. Nem. Ezt nem hiszem el. Hát komolyan mondom. Na még egyszer megpróbáljuk. Csak az Csak ez a baj, most ha eljátsszuk az összes pénzünket. Oké, van egy pár, két párunk van. Neki egy pár. Na most ráhúzzuk. Rohadjon meg. Na gyerünk. Egy négyest, vagy ötöst. Ott az ötös. Egy full. Király. Jó, tovább. Úgy biztos, mintha sok múlna rajtam. Abszolút a szerencsém múlik, semmi másom. Jó. Mindkettőnknek párja van. Úgyhogy nem emelünk. Amúgy is csak nyerni kell, szóval tök mindegy. És akkor megpróbálunk egy drillt vagy valamit. Hát a két pár is jobb. Beadta neki a drillt. Shit. Nem baj, van még egy lehetőség. Egy pár. Neki is egy pár. Na gyerünk, egy-két négyes jó jönne. Így is jó. Egy jó full. Jó, fasza. Nyertünk is. Király. Szavasz. Még pénzbe jött ki jobban szerintem, de... Mindegy, legalább a quest frissült. Látok, már lehet, hogy alszunk reggelig. Ha már... Csak hogy ne kéne a bargesztekkel vacakulni. Csak az Nem is tudom, hogy... Nem, nincs most pontunk, jó. Hát akkor... Reggelig alszunk. Ja, nem az, hogy kicsi dolog, hanem az, hogy kicsi vagy nagy dolog, hanem az, hogy egyáltalán nem rajtam múlik, hogy... Tehát ez kocka. Tehát... Ez az, hogy semmi kontrollom nincs fölötte. Na, gyerünk Harrenhez. Megmondom őszintén, nem is szeretem ezt a dobókockázást. Én még azokat a társas játékokat se szeretem, amivel dobókocka van, mert... Tehát ha már szerencsém múlik, nem pedig a taktikán, meg a fineszen, akkor... Az nekem nem... Hát nem tetszik, na, most nem azt mondom, hogy rossz vagy jó, csak én nem szeretem. Thank you.
Jó, Mikul meg ott van az őrhelyén. Már nem ott a hídnál, ahol az előbb volt, mert átment egy másik helyre. De az már ott lesz közel. Veszélyes lehetsz, ha még a hátadon is fegyver van. Én nem azt mondom, mert sok olyan játék van, ahol számít a stratégia is, de én nem szeretek semmilyen... Korcs vagy sem, hasznos vagy. Kösz. Azt mondja, korcs vagy sem, hasznos vagy. Mit vegyek neki? Szóval... én teljesen minimalizálni... Tehát nem szeretem, ha bármilyen szinten is a szerencse közrejátszik. Mert tudod, lenne egy jó taktikád, van egy jó... hogy mondjam... gondolatmeneted. És így... tönkre teszi azt, hogy rosszat dobsz. Witcher. Witcher. Más munka egy Witchernek? Kézbesítsd ezt egy Coleman nevű embernek, akit a szőrös medve fogadóban találsz Vizimában. És ne kérdezz semmit. Rendben, vállalom. Coleman fog kifizetni. Zoltán küldött. Te is függő lettél? Fogalmat sincs, hogy mibe keveredtél. Rosszabb, mint a fisztek. Csak akkor játszom, ha kedvem van hozzá. Mindenki ezt mondja. Szóval kezdhetjük? Na. Megkaptad a bandita csomag. Ó, egy drillel kezdünk. Meg egy pár. Két párral. Az jó. Oké. Hát erre mondanám, hogy kiblöföltük, de hát nem, mert tudja, hogy mink van. Oké. Oké. Azt mondja, hogy ez egy pár. És neki is egy pár, de alacsony. Hát itt még bármi lehet. Jó, megadta. Megint egy drill. Jó. Ah, rizikózik. Neki is egy drill, de alacsonyabb. Hát ez ennyi volt. Szasz. Jaj, amor. De igen, már is egyébként ellent fogok magamnak mondani, mert pókerezni meg szeretek, tehát ennyit a szerencséről. De mondom, a dobókockát tényleg nem szeretem. Na, mintha vala is játszottam volna nagy tétbe pókert, mert ugye Kelet-Magyarországon dolgoztam, soha sose volt pénzem. Nyilván fel sem merült, hogy én pénzbe játszak pókert. Hát, Sherit Adri, ez sok minden nem múlik, de a Texas Hold'emet játszottam sokat. Amit te mondasz, az is érdekes, de az nagyon nagyban függ a társaságtól. Ezt az érdekes kockát találtam. Törp munka. Már régóta nem játszom, esküszöm! Esküszöm. Nyugalom, Mikul. Csak kérdezősködöm. A tiszteletes a megmondhatója, hogy felhagytam vele. Beszélj a törpel, Zoltánnal!
Azt mondják, felhagytál a kockázással, de azt hiszem nincs igazuk. Soha nem. Ne aggódj, én is játszom. Zoltán elmondta, hogy kell játszani. Ha játszani támad, kedved, látogass meg nyugodtan. A rohadt unalmas itt áldogálni egész nap. Na. Póker, az a baj, egy egész estét el lehet vele lőni. Hát, amúgy igen, az is igaz, amit mondasz, hogy mindenki kiesik a maradék kettő, meg eljátszogat hajnalig. Hát, mi ezt úgy oldottuk meg egy ilyen gentleman agreement-tel, mivel hogy nem játszottunk sose nagy pénzbe, hogy ott az tényleg ilyen 3-4 kör. Tehát amikor már csak ketten maradnak, akkor tényleg az ilyen... Valaki benyom egy all-int, valami ilyen viszonylag jónak kinéző lapra, és haladjunk tovább, tehát. De ja, értem, amit mondasz egyébként, hogy... Hát egy egész éjszaka elmegy egy pókermeccse, vagytok 5-6-an. Ez tényleg egy hosszú dolog. Na, mink van? Van két párunk, neki is két párja van. Hát akkor... Megadta. Hát... Ajj. Ez nem volt okos. Jó, megint két párunk van. Neki egy párja van. Hát erre most ráhúzunk, hát ha eldobja. Nem dobta el. Hát ha esik valami négyes. Jó. Oké. Kezd megint egy pár. Neki is egy pár. Hát nem emelünk, szerintem egy fog. Nem, nem emeltő se. Jó, hát akkor most... Hát, ha egy drill leesne. Nem. Nagyon jó. De akkor minek dob? Na, még egyszer. Na, van egy drillünk kezdőbe. Neki egy pár. És megadta, de érdekes. Ó, egy full, nagyon jó. Baszik, és neki is, ezt nem hiszem el. Ez egy sor. Sorunk van. Érted? És leesett neki a full, érted? Normál esetben itt most kilépnék, amúgy. Játék uninstall. Jó, egy pár. Neki meg egy drill. Na, ott a drill nekünk is.
Nyertem 6-ot. Jó, ez egy pár. Nekem egy drill. Nekünk is ott a drill, de... Ah, neki magasabb. Okay. Eldobta. Király. Jó. Na, és akkor ennyi volt a kockázós itt a... külvárosban. Úgyhogy ennyi. Ezt, ja igen, ezt a questet kaptuk most, ugye a szőrös medvefogadóba kell leszállítanunk egy csomagot. Ja. Jó, hát szerintem akkor nyomjuk ezt. Most jobb ötletem nincsen. Ja. Oké. Okay. Ugye ezt a bestia ügyet kell megoldani. Itt ezt meg kell gyújtanom, meg kell gyújtani a tüzeket. Majd az éjszaka kell. Ez később. Ez megvan. Így van. Ez majd a szőrös medvébe megy vizimába. Ez is vizima. Hát ezzel nem nagyon tudok most már mit csinálni. Szerintem ezt megpróbáltuk. Egy kis meló lesed itt, Adri. Szerintem akkor éjszaka kéne visszajönni. Gyorsan mentek egyet. Este légy. Mondjuk eljöttem szerintem egy pár tűz mellett. Igen, itt. Köszönjük, nem vész, ez csak egy apró dolgot kell a szupergépen beindítani, aztán... De mindegy, mert meg kell csinálni. Csak hogy holnapra meglegyen. Na, úgyhogy akkor gyújtogassunk. Ja, nyomhattam volna Ignit. Hát, de nem varázsolunk. Nem egy varázslós buildünk van. De, ja, folytólidércele jó az Igni.
Elmentünk mellette? Egy megvan, megyünk tovább. Szerintem, hogy így szépen végül is valamelyest körbe lehet menni. Úgyhogy csak ez a szívás, hogy a bargesztek azok jönnek. Tényleg esik? Na hát. Azért megyünk kivont karddal, mert úgy gyorsabban fut. Ez halál komoly. Tomb Raider remaster legyen a szünet helyett? Amúgy nagyon-nagyon viszket a kezem. Hogy azzal kellene játszani. Pihenésről most már azt szoktam mondani. Ez egy teljesen új dolog. Hogy a pihenés a kisbabáknak való, a relaxáció meg a nyugdíjasoknak. Ez Schwarzeneggernek a könyvébe volt. Ugye most jelent meg nemrég a Be Useful című könyv. És ezt abban írta. Értem amúgy se ditadri, hogy mire gondolsz. Hogy kell a... kell egy kicsit... ki kell offolni néha. De ugye ez nekem pihenés. Tehát... alapvetően... az, hogy én itt játszok, az nem munka, vagy nem... tehát nyilván egy aktív valami. De nem... fáraszt. Tehát olyasmi, mint hogyha mit tudom én Netflixeznék, vagy olvasnék, vagy ilyesmi. Mármint tudom, nem olvasni, már ezt nem szoktam. Már egyébként mostanában már a vonaton olvasok, képzeld. Szóval azért én se vagyok javíthatatlan. Jól vagy? Shit. Szóval elolvastam Schwarzeneggernek a könyvét. Amúgy nem rossz, mármint nem egy kiemelkedő könyv.
inkább a sztorik jók benne. Jó, na várjatok csak már. Benyomunk egy fecskét, meg betesszük oda. Ja. Visszafele be kéne ugrani Abigailhez. Ha már úgyis itt vagyunk. A Schwarzi könyvet azt végigolvastam. Mindjárt mondom csak. Mit akarsz? Ég veled. Nem tudtam, hogy lehet-e itt valamit beszélni. Valamint megnézzük, hogy... Néha furcsa álmaim vannak. Néha furcsa álmaim vannak. Jó, oké. Szóval azt végigolvastam. Mondom, nem rossz. De tényleg a... Azok a sztorik jók benne, meg hogy került Amerikába, meg aztán hogyan alakult a pályafutása, meg ilyesmi. Tehát tényleg jó sztorik, de amúgy olyasmi kicsit, tehát ilyen nagyon motiváló egyébként. De nem ilyen, mint ezek a motivációs trénerek vannak, hogy meg tudod csinálni, meg képes vagy rá, meg nem. Hanem ezek a rendes, hogy dolgozzál sokat, mert az kell, meg gondold végig, hogy mit akarsz csinálni, meg mi szeretnél lenni, tehát ilyenek. De mindegy, amúgy nem rossz. Mit akartam? Ezt, ugye? Igen. Na mindegy, azt végigolvastam, és elkezdtem most a Richard Dawkinsnak a Modern Science Writing című könyvét. Ugye Richard Dawkins volt, aki hát sok jó könyvet írt, mint a Önzőgén, meg pár ilyen hasonló. Nagyon komoly oxfordi tudós. Speedrunoljuk a questet. Mondják itt ezt az Andrew Tate-et, de én arról csak annyit hallottam, hogy Romániába letartóztatták. Ennyit olvastam. Az égvilágon semmit nem tudok arról a fickóról. Mindenki mondja a nevét. De mondom, én tényleg csak összvisz ennyit tudok, hogy Romániába letartóztatták. Hát... Egy gyökér? Hát... Mondom, értelmes embert ritkán tartóztatnak le azért. Letartóztatni bűnözőket szoktak. Általában. Beszélj! Elvittem az örök tüzet, mind az öt kápolnába. A szörnyek még mindig vadásznak ránk. Mondtam, hogy... Kellemetlen. Az átok erősebb, mint gondoltam volna. Semmi kétség, hogy ez a boszorkány, Abigail az oka. Talán ő többet tud mondani nekünk. Ő szabadította ránk a bestiát, és a többi csapást is. Lehet. Minden esetre szeretnék vele beszélni. Meg kell tudnunk, honnan származik a bestia. Tudd meg! Megfogom. 300 orenért. Közösségünk szegény. Esetleg 200? Rendben van. Jó, kaptam 100 orent. Jó, akkor elmegyünk most Abigailhez.
nem most megyünk Abigailhez, hanem... nappal. Beszélj! Bargeztekkel ne kelljen foglalkozni. Meg ha már itt vagyunk... hát a kardra kéne adni. Ez is kardunk, még nincs is. Na. Vérzés, zúzócsapás, sebzés plusz 50%. Térdínvágás. Sebzésre adunk. Az mindig jól jön. Oké. Yeah. A lovagoknak kéne a szörnyekkel harcolni. Hú, sejtadri fogalmam sincs. Ezt a könyvet is azért olvasom, mert science. Tehát... mondom, a Schwarzenegger könyvre kíváncsi voltam, mert hallottam róla egy-két dolgot, hogy tényleg nagyon jó sztorik vannak benne. Tehát nem az jó könyv, mert a könyv maga parádésen van megírva, vagy ilyesmi, nem. Mert... nyilván nem, de mondom, jó sztorik. Ez a Richard Dawkins meg tényleg science, szóval... ez az, ami inkább érdekel engem. Ha már olvasok valamit. Ja, most próbáltam jegyet nézni, mert hogy itt az egyik színházban, Londonban van egy pár. Lesz egy Romeo és Júlia darab, amelyikben a főszereplőt, Romeo Tom Holland alakítja. Hát elindult a jegyértékesítés valamikor kora délután. Rákattintottam, és berakott egy 80 ezeres Q-ba a rendszer. Mondom, akkor... oké. Mit akarsz? Honnan jött a bestia? Miért engem kérdezel? Nem jártasak a boszorkányok a mágiában. Így van, nevermind. De! Ám ez a bestia túlmutat rajtam. Habár tudok egy másikat. Ki? Az Alvin fiút. Erős forrás és jós. Elárulja, amit tud, ha adok neki igazságszérumot. What? Nem lesz tőle rosszul. Ne aggódj! Hozz 5 fehér mirtusz szirmot, ami a falun kívül nő, és választ kapsz kérdéseidre. Ha semmit sem tudsz a gyógynövényekről, eladhatom neked a könyvet. Oké. Kéne mirtusz szirom. Mit akarsz? A tisztelete szerint te idézted meg a bestiát. És te? Nem tudom. Mit mondasz? Ah, semmi közöm ehhez. Oké. Jó, kéne mirtusz szirom. Az hol van? A boszorkány azt mondja ártatlan, oké. Ja, ott tudok venni. Na várjatok, tudok farmolni, vagy izélni, szüretelni? Vagy mit csinálni? Összetevők...
Ektoplazma. Hát itt nincs Mirtus szírom. Na várjatok, mert lehet, hogy nálam van könyv. Hát, na jó, de... Jó, nagyon jó ott lenni, az a helyzet. Mit akarsz? Igen, itt van egy növényhatározó. Mindegy, megvesszük. És hol... Ja, ide rakta. Jó. Beszarok, ha a Mirtusról nem adott hozzá. Jó, akkor elmegyünk venni. Mondom, például amit néztünk is még decemberben, a Sunset Boulevard. Azt is tényleg ott a helyszínen, vagy elképesztő volt. És egyébként most nyert is egy díjat érte a Nicole Scherzinger, ugye a főszereplő. Tehát a legjobb színész díját ő nyerte. Hello, stop, soros, szia-szia. Végre valami értelmes lény. És te ki vagy? Leo Varden. Ez neked szól, stop, soros. Úgy érzem, nem viccelek, viccelek. Nekem. Sajnos, a barátom eltűnt a vízima falai alatt lévő barlangban. Gondolod, hogy meghalt? Nem tudom. Fizetek neked 200 orrend, ha megmented őt, vagy gondoskodsz egy tisztességes temetésről. Megegyeztünk? Az is egy quest. Rendben. A barátom megpróbálta kikerülni a karantént, hogy beléphessen vízimába. Miért a barlangon keresztül? Állítólag a csempészek használták, hogy bejuttassák az árukat vízimába. Megteszem, amit tudok. A barátomnak már volt dolga szörnyekkel. Ha ő halott, nagy veszélyben leszünk. Új hírek? Hát ennél nincs Mirtus szírom, akkor nem nála kell megvenni? Veznánál lenne. Hát így sincs. Akkor még a fogadósnál lehet. Mit akarsz? De meg nem lehet venni semmit. Mit Viszlát. Miben segíthetek? Na hát ezt nem értem. Köszönöm.
Megvehetem egy kereskedőtől a fogadóban. Shady Tagri nem... Az a helyzet, hogy tényleg arra esélytelen jegyet venni, de egyébként néztem most, van egy darab, aminek, amiben Ian McKellen a főszereplő, van egy másik, amiben Ralph Fiennes, tehát azért... Azért na... Azért Ian McKellen... Ott van! Azért Ian McKellen... Na... És azokra lehet jegyet kapni. Király! Öregem, te szomjas vagyok. Ja. Csak az a kérdés, hogy Gandalf lesz, vagy Magneto? Ja. De amúgy jó helyre így sem nagyon van 100 font alatti egy, szóval... Na és ha 100 fontért szerzel jó helyre jegyet, már az is olyan, hogy hú, szerencséd volt. Mit akarsz? Hoztam Mirtus szirmokat. Kiváló! Most elkészítem a varázsitalt. Kiváló? Hogyan készül? Elmondom. Ha megígéred, hogy sírba viszed a titkot. Ígérem. Keverj össze 2 uncia kadáverint a Mirtus szirmokkal. Mondd el a neved visszafelé, fordulj 3-szor balra, köpj a tűzbe, és kavard meg újra a főzetet. Bonyolult. Tudtam. Hadd fejezzem be. Ég veled. Nem tudom mindig úgy, hogy mi történik. Jó. Akkor addig más csinálhatunk. Akkor megnézzük gyorsan ezt a... kényes ügyet. Nem? A múlt halálos ölelése, igen ezt. Hát mondjuk Stopsos, ebben igazad van, hogy tized annyi egy Taylor Swift jegyhez képest. Viszont... Igen, hát igen, ez ebben igazad van. Az ilyen koncertek azért más, majd meg akarom nézni most egy... hirdetőtáblán láttam a Trafalgaron, hogy lesz AC/DC koncert júliusban. A Wembley-be. Na, arra kíváncsi vagyok, mennyi a jegy. Azért a koncertek tényleg más egy kicsit. De például a kolléganőmnek most volt eladó jegye Taylor Swift koncertre, ami itt volt. Szörnyű idő. Hú, talán az is a Wembley-be. Most arra nem, azt nem esküszöm meg, volt vagy lesz. Fogalmam sincs. De el akarta adni, mert valamiért nem tudott nem tud menni, mert azt hiszem Koreában megy konferenciára, vagy a fele se tudja már. De csak egy jegy. Boiler is van eladó? Azt amúgy vennék. Na mindegy, szóval... ő eladta volna valami 100 fontért. Még eltöprengtem rajta, hogy lehet, hogy kéne egy kis pénzt keresni, hogy megveszem, azt továbbadom valami 1000 ér, vagy ilyesmi. A bestia eljön értünk. Ah, ott a barlang. Na de nem jegyüzérkedek, mert még kiderül, aztán deportálnak Ruandába.
bármi is lakik abban a barlangban, korán sem barátságos. Köszönjük, Gerált. Macska főzetünk nincs, mi? Ó. Oh. Mivel tudom ezt kasztolni? Igen, stopsoros hallottam. Mivel tudom kasztolni az a jelet? Na, megnézem, várjatok már. Acélkard, ezüstkard. Chat mód. Jelek. De ez csak a kiválasztás szerintem. Jobb klik a... Hát igen, amúgy GPU-t nekem is úgy kellett volna vennem, ahogy mondjátok, hogy... Vagy, hát nem ahogy mondjátok, de hogy amikor vettem a 3080-at, akkor nem egyet kellett volna venni, hanem kettőt. És... Akkor, hogyha kicsit később eladom a... Itt egy koponya. El kell temetnem Luwarden társát. Itt is maradványok. Spórák. Na jó. Na, én megyek innen, szavaztok. Szóval azt kellett volna, hogy megveszem kettőt, és egy kicsit később eladom, akkor gyakorlatilag 0 forintból lett volna egy 3080-am. Hát nem voltam okos alapvetően hozzá, úgyhogy nem így lett. El kell temetnem Luwarden társát. De hol? A fogadóban?
Bitcoint kellett volna venni, amikor olcsó volt. Elraboljátok a gyerekeket is. Hát igen. Jó ötlet. Ja, meg házat. Korcs vagy sem, hasznos vagy. Hogy bánhatott így velem? És amikor oda költöztem Debrecenbe először is, vettem volna ott egy lakást. Mondjuk ez is igaz topsoros, hogy... Ja... Be is fektethettem volna a pénzt, engem. A férjem gyanakodik. Megint beleszrúgva, úgysem hal sem. Éjszaka veszik. Hát, Sedit Adri, én nem tudom, hogy a Facebookkal jó jártál-e volna. Azért most Zuckerberg annyira nem alszik nyugodtan mostanában szerintem. Mondjuk úgy, hogy sokat vakargatja a fejét az elmúlt jó pár évben most már. Azért kapja mindenhonnan az évet elég rendesen. Eladtad volna? Hát igen. Abba is van valami. Új hírek? Ezek a barátod maradványai. Mi ölte meg őt? Szurbozót. Bízom benne, hogy teljesíted az alkut, és el fogod temetni őt. De... Megegyeztünk. Egy tisztességes temetés, vagy nem fogok fizetni. Mi a tisztességes? Jobb hián a tiszteletes temploma alatti kripta. Szóval most menjek vissza a tiszteleteshez. Hát igen, a pénzein úgy vagyok, hogy... Tehát mint így Forrest Gump. Igen, Sedit Adri, ezt amúgy tiszteljük benned nagyon. Szóval... A pénze úgy vagyok, mint Forrest Gump, hogy... Ha van... Szuper... Egy gonddal kevesebb. Mint amikor a Dan hagynagy küldte a levelet, hogy... Unatkozom! Hogy befektetett valami gyümölcsösbe. És a Apple Computers. Szörnyű idők. Na mindegy, szóval tényleg így vagyok én is a pénzzel, hogy... Ha van, az tök jó, mert akkor nem kell miatt aggódni. Öreg vagyok. Egy különösebben nem stresszelek miatta. Látjátok, most is egyetemen dolgozom. Hogy bánhatott így velem? Micsoda zivatar? Beszélj! Szeretnék a templom alatti kriptában eltemetni egy embert. Meggyújtottad az örök tüzet. Nagyon hálás vagyok. Nincs mit. A kriptában fekszik egy máladozó koporsó. Máladozó? Ásol neki inkább egy árkot? A koporsót választom.
Nem láttatok semmit? Szarkofág. Szerintem ezt a questet én nem csináltam meg egyébként korábban. Emlékszel rám? A rémes vadász csapatoddal üldöztél engem. Még mindig. Bár az üldözés nem a megfelelő szó. Miért? A végzetnek be kell teljesednie. Mi az én végzetem? A végzet két élő kard. Te vagy az egyik éle, a másik pedig a... Végzet nincs, csak véletlenek. Te kétségbe vonod a végzetet? Nem hiszel benne, hogy egy gyerek, akit megjelölt a végzet, át fog menni a vicserek próbáin? Nekem fogod adni, ami már a birtokodban van, de nem számítasz rá. Ismerősen hangzik? Nem. Ha nincs végzet, ismételd meg az állításom. Mi van? Be fogom bizonyítani, hogy nincs végzet. Neked kellene adnom, amin van, de ne számíts rá. Be foglak cserkészni, de az időd még nem jött el. Újra találkozni fogunk. The White Hunt. Nincs végzet, csak ha bevégzed. Igen, remek fordít. Alvin, azt keresel itt. Attól féltem, nem foglak megtalálni. Alvin, miért vagy itt? Rémálmaim voltak. Meg akartalak találni, de csak a tiszteletes találtam. Azt mondta nekem, hogy imádkozzak az örök tűzhöz. Persze. Megkérdeztem miért, erre megpróbált megkorbácsolni. Hát, egyház. Becsuktam a szememet, és keményen a tűzre koncentráltam. Ott így mennek a dolgok. Azután egy sziszegést hallottam, és kellemetlen bűzt éreztem. Ez működött, mert nem ért hozzám. Kinyitottam a szememet, ő furcsán bámult rám. Ha furra megint kezet emel rád, gyorsan keres meg engem. Keresni foglak téged. Menjünk vissza Abigailhez. Aggódni fog miattunk. Caroline szeretett volna egy temetést, de nem itt. Megmondom őszintén, hogy nem tudom mindig követni, hogy mi az történik. Most Alvin mit csinál? Caroline szeretett volna egy temetést, jó, de nem itt. Akkor nem érdekel. Játék bekéréshez gyűjtöd a 10 kelt. A új közpénz még nem kezel a bot. Erasmus, ja nem. Horizon, ja az se. Nekem mondod, itt élek Londonba. De ez jó egyébként, mert még otthon voltam, volt Horizon, most már nincs. Viszont itt most megint belépett ebbe az uniós kutatási programba a UK. A Horizon programba, úgyhogy... Yeah. Ja, a sejtad régen múltkor, mint mindenki fickós volt. Most mindenki álmos, meg unatkozik.
Hát, igen, Nevermind egyház. Csúnya időjárás. Ha visszakérdezi, hogy mi imádkozzál, akkor pofán vernek. Remény az élet a seregben. A többit nem is mondom. Micsoda zár. Talán hal... Na. Ahogy mondani szokták, leadjuk a questet. Új hírek? Eltemettem a barátodat. Szomorú egy elfeledett faluban bevégezni. Tisztességes temetés volt. Akkor nyugodt lelkiismerettel állhatok tovább. Nem felejtettél el valamit? Ja, a 200 orened. Na. Ezzel meg is vagyunk. Jó, na akkor nézzük, ránézzünk csak gyorsan. Jó, ez a bestia. Itt várunk a főzetre. Szerintem majd ezzel fogjuk folytatni. Így van. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ezzel végeztünk, ugye ezzel is. Szőrös medve az majd vizima. Ez is vizima. És ez is. Nem, ez mondjuk itt van, de ennek majd utána olvasok, hogy pontosan mit kell csinálni. Hát ugye helyiekkel kell majd beszélni, de majd ezt a következő Witcher streamben megnézzük. Ugyanis mára én ennyit gondoltam. Gyorsan elmentem. Na, úgyhogy akkor mára én ennyit gondoltam, folytatjuk majd a következő streamben.